Ez a borsnak fog forogni? Ez benne a gyöng. De mi az, hogy a borsnak? Hát ez a bors interjú, vagy ez... Miért te most tudják ezt ide, hogy ez egy bors interjú? Fogalmam sincs, hogy ez milyen interjú, azért kérdezem, mert akkor bekonferálok. Hát. Kimondhatjuk, hogy nem tudod, hogy most mi van. Nem. Na jó, oké, mehet. De hol vagyunk? Ez a 24.hu szerkesztőségének egyik irodája. Csókolom. Itt vagyunk a 24.hu második emeletén, és bulvárhíreket fogunk elemezni. Mivel érkezett a propaganda miniszter az ünnepségre? Helikopter, hajó, sárkányrepülőkad? Ki Magyarország propaganda minisztere? Mit csinál egy propaganda miniszter szerinted? Egyesítek már. Azt ismer ezt a kifejezést, hogy propaganda, nem? Most miről lesz? Miért akarod el a szállal? Mert feljön az ingyen. Nekem is. A nézőkkel kérdezem, melyik ők inye nagyobb? Hát mondjuk a helikopterrel. De mi pont azzal? Hát szerintem az a legmenőbb. A vaktában lősz és szerencséd van. Ja. Hol válasz ilyen mesztelenkedést? Esküvőkön? Keresztelőkön. Á, dehogy is. Jó. Milyen helyen fér bele, hogy te mutogasd a melledet? Nem tudom, hogy hol, de majd valahol. De most is így nagyon meg szeretném mutatni, csak tudod, hogy... Nem szeretném mindig, megmutatni, hogy... most nem. Most így élvezem, hogy ruhában vagyok igazából. A kinti életben nem szoktam így annyira mesztelenkedni. Én sokáig azt sem tudtam, hogy havi rezsi. Igen. Miből áll? Sarka Kata Jósi barátnál. Melyik szóról nem tudta Sarka Kata, hogy mit jelent? Turbulencia, rezsi, pácsó, kartóté. Ez turbulencia. Mindegy. Ez pácsó. És a spác show. Pác. Ja, miért? A rezsi azok a... Jó, ne menjünk bele. És a kartoték. Basz. Hát nem olyan, mint egy keleti harcművészet, így a kartoték? No comment, fogalmam sincs, mit. Nem hallottál olyat, hogy emberek így kartotékáznak? El tudnád képzelni, hogy így fel, mint egy kis macska, hogy felkuporodsz így Andy Vajnára, hogy hanyat fekszik és ott elszundikálsz? Nem igazán. Lennék azért a Timi helyébe, mert... Tudtam! Meg szerintem minden lány azért hasonló életről álmodik. Kivitte oda Kámba is, vagy a filmfesztivál, meg ilyenek. Ezek tök menő dolgok, engem még senki nem vitt el ilyen helyre. Itt van mellettem Bódis Veronika, Magyarország legszebb lánya, és most éppen Vajna Timea ad valamit a kezébe. Mit adtál a kezébe? Egy frissítő rágógumit, mert mindjárt elájulunk. Mit adott Vajna Timea a szépség királynőnek a versenyt követően? Képzeld el, hogy lezajlott a verseny, ott ünnepelnek, buliznak, és egyszer csak... Gásprét, zsebkendőt, mert folyt az óra, rágott, mert büdös volt a szája, egy lapos talpú váltócipőt. Gáspré az reális, de nem hiszem, hogy a versenyt követően már egy bél gásprét adott neki. Még gásprét mikor kell adni a szépség kívánjának, hogy mikor illik? Hát majd a másnap. B. Zsebkendőt, mert folyt az óra. Egyébként rágót kapott. Büdös volt a szája. És megkérdezték, hogy miért adott rágót a szépségkirálynak, és elmondta, hogy azért, mert megfulladunk itt hátul a szaktól. Nem hazudunk, ez konkrétan így megtörtént, tényleg. De kedves! Királynál nincsen szórakoztatóbb ember. Sziasztok! Hogy érezted magad? Tök jól éreztem magamat, sokkal rosszabbra számítottam, mert megszoktam, hogy jó fej vagy. De örülök, hogy itt volt egy ilyen kis cukorember. Feledjétek Vivian életének a tanulságát. A kis fugázó lányból lehet hercegnő. Nem is fugáztam, csak egyszer fugáztam, mert segítettem. És miért baszod el a végét?